Minden hetedik magyar középiskolás valamilyen közepesen súlyos mentális problémával küzd. Ő ugye pont úgy fog kinézni, mint a többi. Semmit nem veszel rajta észre, csak itt valami óriási nagy zűr van benne. Szóval nem vagyunk most nagyon-nagyon jó mentálhigiénés állapotban, és erre mondtam azt, hogy ez egy baromi problémás világ, és a feszültségoldásnak ugye, hát elszívok egy jó kis panglit, beveszek 2 tabletta ekit, boldog vagyok, felszabadult, röhögök, rastafári érzés, pörgök 160 BPM-mel, majd egy órát még a szekrényajtóval is hajlandó vagyok beszélgetni, mert annyira klasszul érzem magam. Ugye megiszom azt az üvegbort, és akkor már tök jó, mert akkor már az M1-et is tudom nézni, ha megiszom még egyet, akkor már a TV2-t is, ha bár szerintem nem lehet annyi bort megint, hogy a TV2 nézhető műsor legyen összességében, és gyakorlatilag erről szól ma tulajdonképpen a világ. Magyarországon népbetegség az alkoholizmus, valamint az elhízás, testsúly tekintetében pedig a vezető politikusaink sem mutatnak jó példát. Zacher Gáborral ezeken kívül a kábítószerekről, az elfbárról, az energiaitalok tiltásáról, valamint az ország általános egészségügyi kérdéseiről is beszélgettünk. Ez itt a Most jövök külön kiadása. Mielőtt megnéznétek az interjút, iratkozzatok fel a csatornánkra. Voltál sebész, dolgoztál műtősként, vezettél toxikológiai osztályt, sürgősségi centrumot, jelenleg, ha jól tudom, a 60-i kórházban dolgozol a sürgősségén, de elmondanád a nézők kedvéért, hogy most pontosan az egyetemi oktatás mellett mivel foglalkozol? 60-i kórház sürgősségi osztályon vagyok, beosztott orvos, országos mentőszolgálatnál vagyok, kivonuló mentőorvos, igazságügyi szakértek, tartok előadásokat, meg ugye van az egyetemi oktatás, ez úgy pont elegendő. Eléggé be vagy táblázva, hogy néz ki egy heted? Hát pörgéssel, hétfő 24 órában mentő, ez most már hosszú évek óta így standard, reggel kelek, megyek be a Markó utcába, fölök a rohamkocsira, és akkor ott vagyok kedd reggelig. Általában kedd reggelre, és lehet, hogy ez kicsit olyan hülye hangzik, akkorra szoktam, ha ilyen podcast beszélgetés van reggelre, mert ott van a, ez legyen a reklámhelye, de nem mondom ki a nevét a kávézónak, ott az Alkotmány utcában egy baromi jó kis kávézó, aminek az emeletén van egy kis üvegkalicka, ami elég nagy, és ott mondjuk lehet ilyen podcast beszélgetéseket, interjúkat, ez általában fél nyolcra van időzítve, akkor beérünk, lezuhanyozom, átöltözöm, és átsétálok a szomszéd utcába. Általában a keddi napjaim jelentős részben azokat utcabadnál szoktam tenni. Szerdán kimegyek 60-ba, és akkor vagy csütörtök reggelig, vagy csütörtök délutánig ott vagyok, ott a sürgősségi osztályon, utána akkor haza, és akkor még pénteken időnként egy előadás tulajdonképpen belefér. És aztán már itt a hétvége, és akkor azért délután esténként ott van a futás, ott van a 3 kutya, akiket azért időnként terelgetni kell. Ugye igaz, hogy tacskók, szóval kisméretűek, de hát azért azoknak is van mozgásigényük. És akkor a hétvégén el szoktunk menni színházba, feleségemmel, vagy például most hétvégén futni voltunk, ugye Mikulás futás volt itt Budapesten, az egy tök jó buli volt. Úgyhogy ér, nekem így telik tulajdonképpen a hetem. Ugye mi azt látjuk a videóinknak a statisztikáiból, hogy a legtöbb néző az még az elején van, amikor elindítják a felvételt, és azt is látjuk, hogy nagyjából minket a 25 és 45 közötti korcsoportból néznek a legtöbben, ez a magja a közönségünknek, hogy nekik mit ajánlanál mondjuk az új év elején, milyen szűrővizsgálatokra menjenek el, egyáltalán fontos-e mondjuk ebben a korban szűrővizsgálatokra elmenni, akkor, hogyha mondjuk az emberek nincsenek kifejezetten tünetei. Pont ez a történetnek a lényege, hogy a szűrővizsgálatok is. Én ezt óriási nagy hiánynak érzem, hogy erről igazándiból nem szólnak óriás plakátok, nem szólnak reklámok. Most gondolj bele, Magyarországon évente meghal kb. 500 nő méhnyakrákba. Ha megnézzük mondjuk egy észak-európai országot, ott ennek kb. 10%-a. Világos, 1 millió lakosra vonatkoztatva. Ugye ott elmennek szűrővizsgálatokra. Nem tudom, láttál-e már például olyan óriás plakátot, amire az van kiírva, hogy voltál méhnyakrák szűrésen, emlőrák szűrésen, vagy például férfiaknál egy bizonyos kor fölött vastagbél vagy prostatarák szűrésen, Dr. House, mostál fogat című egész egyszerű dolog, mert érted, ha már 20-szor beleakadok ebbe a reklámba, akkor azt mondom, a franc egyenek kérek egy időpontot, és mondjuk most kér egy időpontot, mikorra fog kapni, mondjuk február 27-ére. Tök mindegy, mert ugye nem arról van szó, hogy úristen éreztem egy csomót, bajok vannak, véresett székelek, nem tudok pisilni, az egy tök más történet. És akkor elmegy 27-én, majd februárban szűrővizsgálatra, azt mondják, hogy minden rendben van, és már 25-én megkéri a következő időpontot, és a következőt, és a következőt. De például ezek a betegségek, ha kellő időben kiszűrik őket, ezek abszolút gyógyíthatóak. És azt gondolom, hogy ez lenne valójában a valódi közszolgálatiság, egy ilyen. És nem az, amikor azt írják, hogy bombás plakát, meg a magyarok, mit tudom én, hány százaléka döntött, ami úgy, ahogy van, egy az egybe egy hazugságról szól, ugye egy klasszikus átveréstől, ami számszakilag sem tud valójában igaz lenni ez a dolog, de ilyenekkel az ember nem találkozik. Látunk alkoholos plakátokat, ugye hirdetik az alkoholt úton, útfélen, ami megint csak egy olyan dolog, hogy abban az országban, ahol van 90 000 alkoholbeteg, ott úgy gondolom az alkoholos hirdetések, ami sok-sok nyugat-európai országban ilyen nincsen, az egy tökéletes öngól. Bocsánat, mondjuk azokban az országokban, amire hivatkoztál is, hogy mondjuk a méhnyakrák következő halálozás az 10% a magyarnak, ott ezt egyébként az ottani államkormányzat jobban felhívja az emberek figyelmét? Akár plakátokkal, akár bármilyen szinten, hogy járni kell szülni? Megmondom őszintén, ezt nem tudom, és ennek még nem is néztem sajnos utána ennek az egész dolognak, de önmagában biztos, hogy valami köze lehet a dologhoz, hanem arról szól, hogy a magyaroknak olyan a genetikája, hogy akkor nálunk ez a fajta betegség halmozottan fordul elő, ellentétben mondjuk egy észak-európai országgal, aminek picit más genetikai összetétele van. De ez tök érdekes, ugye, hogy az embernek milyen ugye a DNS. És ma már van erre lehetőség, és például tavaly azt kaptam a karácsonyra a feleségemtől, hogy megjött a kis csomagocska, levette a mintát, elküldte, és mit tudom én, pár hét múlva visszajött az, hogy tulajdonképpen én milyen összetételű versenyző vagyok, hogy honnan, milyen, hány százalékból van. És igazándiból ez nem arról szól, hogy én egy abszolút ilyen szitja történet vagyok, aki tud hátrafelé íjazni, és így tovább, és így tovább. Nekem is tök vegyes genetikám van. Van benne nem kevés ugye a zsidó származásomból, van benne német származású, van benne dél-európai. Szóval ma már azt mondjuk, hogy ez a színmagyar, meg színilyen, szóval ilyen azért nem nagyon létezik, mert eléggé idézőjelben kevert génállományúak vagyunk ebből a szempontból. Szóval nem lehet a genetikára húzni, hogy igen. Kevert fajúak. Hát, bocsánat, igen. Annyit viszont visszatérnék az eredeti kérdésre, hogy akkor a méhnyakrák szűrés, a vastagbélrák szűrés lenne mondjuk, tehát nőknél és férfiak, nem mondjuk 30-40 körül tünetek nélkül, ezek a legfontosabbak. Emlőrák, prosztata, szóval ezek. Mert ha megnézzük a halálozási statisztikákat, a megelőzhető betegség halálozásában elsők vagyunk az Európai Unióban, daganatos betegség halálozásában szintén elsők vagyunk az Európai Unióban, és azért ez nem húzható minden valójában a genetikára, hanem tényleg az, hogy nem megyünk el. Hát én magam látom ugye a saját elmúlt jó pár évtizedes szakmai gyakorlatomból, hogy hány olyan esetben futunk bele, amikor is ugye már egy olyan tünettel jelentkezik valaki mondjuk egy sürgősségi osztályon, ami alapvetően már egy tök alarmírozó tünet, és kiderült, hogy hát igen, már régebben is voltak, igen, egy kicsit ilyen volt, nem volt jó a székletem, széklethabitus változásom volt, hát nem jöttem el, hát nem foglalkoztam én ezzel az egészen. Szóval egész egyszerűen nem foglalkozunk valójában eleget a saját egészségünkkel, nem figyelünk oda, el vagyunk hízva, rengetegféle gyógyszert szedünk össze-vissza, amikor nem is biztos, hogy ezekre szükség lenne. Hát gondolj bele, Magyarországon van legalább 1 millió cukorbeteg. A magyar lakosság nem kis százaléka elhízott kategóriába tartozik, és pontosan látjuk, hogy az elhízás és egy csomó betegség, például a Covid-nál is nagyon-nagyon komoly rizikófaktor volt ugyebár az elhízás, hogy az milyen kapcsolatban áll egymással. És ha mondjuk ezen lehetne változtatni, mondjuk 20 kilót lefogynánk egy év alatt már, aki persze rászoruló, ennek nagyon rövid távon mérhető, nagyon pozitív népegészségügyi haszna lehetne, de például ilyennekkel sem. Jó, persze vannak olyan plakátok, amelyek ugye itt az edzőteremről szólnak, meg különböző olyan dolgokat reklámoznak, ami ugye ilyen táplálékkiegészítők, stb. Ami szintén fontos. De azt gondolom, hogy tennünk kell azért valamit, hogy meg tudjunk változni, akár saját magunk is természetesen. Na és ezekről fogunk egyébként külön is beszélni, az elhízásról is terveztem egy külön blokkot a beszélgetésben. Előtte még arra szeretnék kitérni, hogy ez az interjú, ez a két ünnep között fog megjelenni, karácsony és szilveszter között, hogy lehet tudni valamit arról, hogy ez az időszak, ez mennyiben tér el mondjuk akár az ilyen nyári bulizós időszakoktól, amikor, tehát abban a tekintetben, hogy nyilván céges évzárók vannak, családi karácsonyok vannak, vagy éppen magányosan töltött ünnepi esték, és utána pedig jön a szilveszter, amikor meg mindenki egy ilyen nagy erezdel a hajamba megy át. Hogy ez ilyenkor durvább mondjuk a vonatkozó osztályokon, vagy nincsen kiugrás? A két ünnep közötti rész az általában azért csendesebben szokott telni. Hát, hogyha belegondolunk abba, emberek ide mennek, oda mennek, szóval olyan 20-a után valljuk be, szintén megszűnik az élet itt Magyarországon. A két ünnep között meg ráadásul parkolásra kell fizetni, úgyhogy az emberek elmennek, kicsit sétálgatnak, családi együttlét, ez az. És persze ettől még esténként előszilveszter, még előbb szilveszter című dolog, de a karácsony az esetek jelentős szépen Magyarországon még a családokról szól. De nagyon érdekes, hogy itt is azért az elmúlt években volt változás. És most itt nem a céges bulikról van szó, hanem alapvetően arról, hogy most ugye, mit tudom én, egy 10-15 évvel ezelőtt az ember szeretett volna mondjuk szenteste elmenni egy vendéglátóipari egységbe, hogy ne az otthoni fűzőskéről szóljon, hanem ott akkor talán néhány szállodában volt erre lehetőség. Ma már egyre szélesebb körben, szóval már nem feltétlenül arról szól, hogy leülünk, és akkor na gyorsan süssük ki a halat, na gyorsan főzzük meg, és akkor gyorsan az ember, ugye hát jó kis olajjal átítatott illattal ugye odaül a karácsonyi asztalhoz, és akkor mindenki baromi boldog, hanem aki megengedheti magának, mert azért valljuk be őszintén egy rétegszolgáltatás. Az elmegy, és akkor egy szállodában ott megeszik egy menüsort, egy svéd asztalról, elviszi a családot. Jó, persze ez alsó hangon 6 számjegyű, és az eleje az nem 1-essel fog valószínűleg kezdődni, hanem 2-essel, vagy akár 3-assal, vagy még följebb is van, de hogy itt azért egy kis átalakulóban van ez a dolog. Mondom, a két ünnep között az általában csendesen telik, és akkor olyan 29-től már jönnek az előszilveszteri partik, és akkor gyakorlatilag ez folyamatosan ugye hát elsőjén reggelig tart, és akkor elsőjén reggel ugye hát az ember látja. Én elsőjén mindig mentőzni szoktam, ez most már hosszú évek óta olyan visszatérő. Ezt te vállalod direkt így a beosztásban? Persze, hát... De miért? Részben azért, mert mi nem vagyunk egy ilyen nagy szilveszterezősök. Mi általában színházba szoktunk menni a feleségemmel, idén is elmegyünk színházba, és akkor utána hazamegyünk. Ugye éjfélkor ugye nem kocintunk, ha kocintunk alkoholmentes pezsgővel, ugye mert reggel, szilveszterkor mindig van szondáztatás a mentőszolgálatnál, ami szerintem egy tök helyes dolog. Abszolút. Ebből a szempontból. És akkor, meg hát milyen gáz lenne, nem, hogy mondjuk mennék be hajnalba, megállítana a rendőr, és oké, hogy az ember egyenruhában van, de akkor is megfújhatja vele a szondát, és akkor ott az, ne adj Isten, még egy picit pozitív is lenne. Az szerintem nagyon-nagyon gáz lenne. Amúgy az közintézményekben, tehát amúgy sem túl magas. Nem használom volt meg. Az ugye abszolút elveszne, és akkor így az elsője az mindig ilyen kis békésen szokott tulajdonképpen telni. Már úgy értem, hogy bent a mentőknél, és akkor reggel mindig megyünk, ugye akkor szedjük össze itt a hajnali versenyzőket, itt-ott a városra szétszórva, és utána ezért úgy elcsendesedik. Szóval az elsője este az nem feltétlenül a nagy bulizásról szokott szólni, hanem akkor az ember ugye a másnaposságot kezeli, beszedi a kis gyomorvédőt, a kis hányás csillapítót, a kis fejfájás csillapítót, megpróbál óvatosan kis hideg vizet vagy jeget szopogatni, hogy ugye enyhítse azokat a borzasztó problémákat, amiket ugye a másnaposság jelent, mert ugye másnap vagy akár következő nap már ugye ott kell lenni, és akkor kezdődik ugye az új év, és akkor megint egy hét eltelik, amikor úgy belelendülünk. Szóval ez a december 20-tól mondjuk január 7-ig való időszak, ez gyakorlatilag egy ilyen abszolút dilitelt történet a gazdaság szempontjából. Te annak, aki elmegy bulizni szilveszterkor, és úgy áll hozzá, hogy most nagyon neki durálja magát, és mindent bele, de nyilván nem akarja magát halálra inni. Mit ajánlanál, hogy hol van az a pont, amikor fogja meg ezt a történetet? Én azt gondolom, hogy ezt érezni fogja, hogy mikor jutott el odáig, hogy hoppá, most. De nem azt a legnehezebb, tehát onnan meg már nem. Az egy mert ott akkor már, igen, mert oldódtak utána a gátlásuk, és akkor már leszarom az egészet. Meg és akkor már na de ez az érdekes dolog, hogy mennyire tudunk ezeknek a kihívásoknak ellenállni. Szóval amikor valaki azt mondja, hogy és akkor ott nógatja, és akkor mi van, nem mered, idd már meg, és akkor az ember sokan van, nem foglalkozom vele, és akkor megnyomja, és akkor következőt is benyomja, és akkor utána már ilyen téridőélmény zavarok lesznek viszonylag elég hamar. Szóval itt azért ez kell elég komoly önfegyelem. Nem beszélve arról, hogy azért a berugásban a legrosszabb a másnap. Amikor már mondjuk az alkoholszintje az embernek nagyon alacsony, vagy akár nulla, de ugye az 1 millió ördög itt kalapál, mint ha beleszartak volna a gyomromban, meg csak bokából tud hátranézni, és akkor valami nagyon-nagyon nem jól érzi az illető magát, de ezt csak egyféleképpen tudja elkerülni, hogyha megpróbál jobban erre odafigyelni, a másik pedig ne keverje a piákat, ne igyon üres gyomorra, egyen hozzája és hidratáljon. Szóval az, hogy mellé igyon mondjuk legalább ugye egy ilyen buli kapcsán, egy ilyen 1,5-2 liter ásványvizet, hát miről szól ugye? Amúgy is az alkohol ugye a perifériás ereket kitágítja, izzadni fogunk, folyadékot fogunk valójában veszteni, azt ugye természetesen pótolni kell, sőt nem is ásványvízzel lenne a legjobb, hanem valamilyen izotóniás folyadékkal, ami ugye az egyéb elveszített nyomelemeket is tudja tulajdonképpen pótolni. Ráadásul akkor meg emlékezni is fogok rá. Már hogy mi volt a buliba, és nem arról szól, hogy 11-kor jött a filmszagadás, és akkor reggel ébred az ember, hol vagyok, hogy kerültem ide, mi történt, ja Istenem, című történet. És valljuk be őszintén, ha már tényleg az ember elmegy buliba, akkor ne azért menjen el, hogy mondjuk ott feküdjön a sarokba, elég gyámbászott állapotban, bár mondjuk valakiről ilyenkor tök jó képeket lehet csinálni. Ők valószínűleg ilyenkor senkinek nem is ez a terve, meg nem ezzel a szándékkal megy, hanem csak úgy alakul. Igen, de ha odafigyelünk, akkor nem biztos. Persze most azt mondja az ember, hogy szilveszter, miért foglalkozom én vele, ide, vele minden, ami jöhet, és akkor meg amúgy is szilveszterkor jókedvűnek kell lenni, nem? Szóval ez egy ilyen elváró dolog, és akkor dobáljuk ugye a petárdát, és akkor időnként lerobbantunk néhány ujjunkat, meg a szemünket, és így tovább, és így tovább. Szóval azért persze szilveszter van, de hát ettől még oda jó lenne akkor is odafigyelni. Most attól már következő nap ma azt fogom írni, hogy 20-24-01-01, most történt valami. És ez pont olyan, mint amikor az ember betölti a 18-at, és még előtte egy nappal, meg utána egy nappal. Szóval az alatta, 3 nap alatt én bölcsebb lettem, okosabb lettem, tapasztalat, semmit. Csak ugye már tök más dolog vonatkozik rám, hogyha betöltöttem. Büntethetőségtől kezdve vehetek dohányárút, vehetek alkoholt, és így tovább, pedig semmi nem történt. Most attól, mert hogy január 1-e van, attól még ez nem kötelező dolog, hogy akkor fú, akkor most aztán ami a csövön kifér. Említette te is az előzőekben, hogy ilyen 8-9 ezer alkoholbeteg van Magyarországon, és hogy szerinted mit lehetne kezdeni azzal a helyzettel, hogy gyakorlatilag a magyar kultúrában hát nincs olyan része az életünknek, olyan rituálé, akár egy színháztól, akár egy kiállítás megnyitón át egy nyilván egy keresztelő, egy hosszú munkanap vége, a sportolás utáni, vagy a másnaposan a gyógysör, tehát hogy nem nagyon lehet mondjuk az ilyen a vezetésen és a munkahelyi munkavégzésen kívül olyan időpontokat mondani, vagy intervallumokat, amikor nem adekvált az alkoholfogyasztás. Hogy ezzel a helyzettel szerintem mit lehetne kezdeni? Szerintem semmi gond nincs azzal, hogy az ember fogyaszt alkoholt. Mert az, hogy ha mindenki nulla mennyiségű alkoholt fogyasztana, az egy nagyon furcsa dolog, ha bár tök érdekes. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy talán olyan 5 évvel ezelőtt a New England Journal of Medicine-ben, ez a világ egyik vezető orvostudomány folyóirata, volt egy tök jó összefoglaló cikk, ami 40 éven keresztül majd 200 országnak nézte születés, halálozási, betegség statisztikákat, mindent így egybevegyítve, hogy mennyi az alkoholmennyiség, amit nyugodtan és biztonsággal fogyaszthatunk, aminek biztosan nincsen semmiféle egészségkárosító hatása, és az jött ki, hogy 0 mg. Na most azt szerintem egy ilyen elképzelhetetlen dolog, hogy ez 0 mg legyen. Jó, persze vannak egyes országok, ahol ugye a vallás miatt ugye ez mondjuk... De miért elképzelhetetlen? Nem is feltétlenül a nulla, csak hogy az afelé való közelítés. De a nullát tartom elképzelni, most az afelé való közelítés. Hát most te mondjuk el tudsz képzelni mondjuk egy Fradi Fiorentina meccset, hogy otthon ülsz, és akkor iszol hozzá ásványvizet és zöldségchipset ropogtatsz? Néztem már, hogy foci meccset. De azért az persze, nem azt mondom, hogy ez a lehet, de nem ez a. Vagy mondjuk kijutottunk az EB-re, és ott lesz mondjuk nyáron, ugye az a rengeteg ugye szabadtéri óriás kivetítő. Na, de ez egy kulturális konstrukció. Abszolút, de ez abszolút nem gond, és nem gond, ha emellett az ember iszik. Vagy például most, mit tudom én, hazamegy az ember, megvacsorázik, tényleg valami őt, és akkor azt mondja, megiszom egy fröccsört, megiszom egy pohár bort, megiszom egy sört, na jó, 2 sört megiszom. Összedőlt a világ? Abszolút nem dőlt össze a világ. Csak itt van az, hogy nem tudunk keretrendszert tartani. Ráadásul ugye pont a reklámok azok, amelyek hihetetlen módon veszélyesek, mert ugye ezek nem azt mondják, hogy tessék inni, és akkor rúgjál be, és akkor még tudom én, legyen májcirózisod, meg nyelőcsőviszered, aztán 45 éves korodban nyugodtan kiokálhatsz, fél perc alatt 2 liter vért, amivel belepusztulhatsz, hanem ezek életérzéseket mutatnak. És olyan életérzéseket, amiket én is szeretnék csinálni. Én is szeretnék ott lenni a belvárosi nagy tetőteraszon, sört inni a haverokkal, úgyhogy előttem van Budapest, szeretnék kindögleni a napon, ugye, mint az egyik ilyen skótviszki reklám szólt erről, és akkor, ha úri kedvem úgy tartja, akkor bemegyek, iszom egy fröccsöt, egy sört, vagy akár egy viszkit is, mert ugye ez a menő, és ez a tök jó dolog, és ettől nem tudunk valójában elszakadni. És pontosan ezek a reklámok, persze oda van írva 8-as betű, hogy ne így áll, meg segélyvonal, meg stb. De hát egy, nem látod, 2, meg úgyse olvasod el, mert magában az alkohol fogyasztás az a lényeg. És azt gondolom, hogy egy olyan országban, ahol ilyen mennyiségű alkoholbeteg van, ott az alkoholt reklámozni egy óriási nagy öngól. De akkor mondjuk az állam azért betilthatná, azt mondod? Vagy tehát, hogy de hát vannak Franciaországban nincsenek alkoholreklámok. De hát akkor Magyarországon miért kellene, hogy legyenek? És ha megnézzük, azért alkoholfogyasztásba többen halnak bele, mint dohányzásba. Lehet dohányárút reklámozni? Nem lehet dohányárút. Hát miért nem? Pedig kevesebben halnak bele ebbe a dologba. Hát és ettől a pillanattól kezdve az ember értetlenül áll, hogy miért. De persze sejthető, hogy esetleg itt valami lobby tevékenység lehet háttérben. Mert annó, amikor a dohányárukra ugye rápakolták ezeket a képeket, meg ezeket a mondatokat, igen, amik szerintem nem bír érdemű visszatartó erővel, főleg egy fiatalnál, akkor fölmerült az, hogy esetleg az alkoholos italok üvegére is kerüljön ilyen klassz, ilyen étvágygerjesztő fotók, vágydaganatról, meg egyéb ilyen dolgokra, de ezt a lobby ez nagyon sikeresen keresztül tudta lőni ezt az egészet. Sőt, még annó, még emlékszem rá, még talán a rendszerváltás előtt a választásokon, persze semmi tétje nem volt, akkor alkoholtilalom volt azon a napon, amikor választás volt. Nem lehetett venni. Meg volt egy időszak olyan, amikor például a közértbe 10 óráig nem lehetett alkoholt vásárolni, és hát akkor ugye előre meg kellett venni, hogyha reggel van a kis recegés, akkor az ember be tudja tolni, hogy el tudja menni és el tudja kezdeni a munkát. Szóval te azt mondod, hogy egyébként, vagy azt is mondod, hogy azt, hogyha mondjuk valaki akár napi szinten megiszik mondjuk egy sört, az még nem probléma? Nem. Igen, igen, én úgy gondolom, attól még nem fog a világ fölborulni. Szóval ott az a kettő az, ami egy ilyen határesteti tevékenység. Mert azután általában már annyira fellazul az ember attól a kettőtől, olyan tök kellemes érzése lesz, hogy utána már azt mondja, akkor most a kettőtől mi bajom lett? Hát semmi. De hogyha valaki meg mondjuk azt szokja meg, hogy napi egyet megiszik, akkor az is azért az egy függőségről beszéltünk, nem? Hát tulajdonképpen, hogyha az életének a részét képezi, hogy ő hazafelé menet, bemegy a boltba, megveszi azt a kis söröcskéjét, így, mindjárt hazaérek, gyorsan még egy kicsit beteszi a frigyóba, hogy jól leüljön, és akkor alig várja, már megsziszenti, szépen megiszogatja. Szóval az, ha nem is egy alkoholbetegség, de ott azért az előszobában izgatottan toporzékol, és persze ettől még elélhet 150 éves koráig, szóval nem kell feltétlenül neki fiatalon besárgulva, ugye már elégtelenségbe belehalni. És persze mindig látunk példákat, és hallunk olyan példákat, hogy a déd nagyapám, aki minden reggel megitta, meg naponta megívott egy liter bort, és akkor tényleg 98 éves korában idézőjelben, hát még mindig tök virgonc volt, meg ugye kergette dédanyámat című történet, szóval igen, vannak ilyen példák, de nézzük meg a másik oldalt is, mert ott is azért számtalan példát lehetne fölmutatni, sőt, ott sokkal több példát lehet fölmutatni ugye ezzel kapcsolatban. De pont az alkoholfogyasztás kapcsán az embereket általában ezek a példák érdeklik, hogy aki 100 évig elért a napi alkoholfogyasztása mellett, jó, hát persze, hát ott volt az X, aki 43 éves korában meghalt már kómába, mert ugye elitta már az életét, szóval azokról nem beszélünk, és ha belegondolsz, azért szinte minden családban van, aki ezt így hordozza, hogy aki volt, és ez az, akiről a nagymama nem beszél. Szóval amikor ott a családi album, ő ívott, és ott van a képe, de ennyi. És azt igyekszünk a szőnyeg alá söpörni. Hát meg szerintem nagyon sok emberben, tehát hogy azzal oldja fel magában, hogy tudja, hogy egyébként nem egészséges, vagy kártékony, vagy függőség, de hogy hát, hogy valamiben meg kell halni. Ez egy nagyon buta mondat, valamiben meg kell, de ez tagadhatatlan, hát ugye nem vagyunk hegylakók, hogy csak egy maradhat közülünk, szóval valamiben úgyis meg fogunk halni, de hát pont elég lehetőségünk van arra, hogy meghalljon, mert ugye a halálozási statisztikákban a két vezető halálozás, a keringési rendszer betegségei és a daganatos betegségek, mind a kettő. Persze van ennek köze az alkoholfogyasztáshoz, és attól, hogy valaki tök egészségesen él, nem dohányzik, nem iszik, nem éjszakázik, rendszeresen sportol. Találkoztam nem egy olyannal, aki mit tudom, 55 éves korában egyszer csak a mellkasához kapott, és lefordult a székről, és meghalt. Mert ez benne lehet a pakliba, és ez innentől kezdve már ugyebár genetika. De ha az ember tényleg megpróbál saját magára vigyázni, odafigyel a súlyára, az egészségére, a táplálkozására, a pihenésére, az idézőjelbe tett függőségeire, akkor szerintem mindent megadott azért, hogy akár hosszú életet is tudjon élni. Említetted Franciaországot, hogy ott nincsenek alkoholreklámok, hogy tudsz olyan országot mondani, ahol akár mondjuk az éhirdetési szabályozásban, vagy úgy általában kulturálisan azt gondolod, hogy ott mondjuk jól kezelik az alkohol kérdés, és behoznék egy olyan aspektus, hogy ugye Svédországban nagyon sokáig komoly probléma volt az alkoholfogyasztás, nemzeti italboltok lettek, vagy nem is nemzeti italboltok, de hogy tehát szűkítették a körét annak, hogy hol lehet alkoholt árusítani, nagyon megdrágult, és visszaesett az alkoholfogyasztás, viszont mondjuk a mostani fiataloknál meg az látszik, hogy a gyógyszerfüggőség és a gyógyszerfogyasztás az, ami mondjuk így nagyon megnövekedett. A szorongásoldás miatt alapvetően, és ez nálunk is tulajdonképpen jellemző, de például pont az észak-európai országokban azért ott van a kompalkoholizmus. ugye a klasszikus, amikor fölök a kompra, hogy átmenjek ugye ide-oda-amoda, elhagyom a nemzetközi vizeket, puf, nyitnak ki egyből a boltok, ahol ugye vámmentesen meg tudja az illető vásárolni, és ez akár, ha megnézzük ugye Dániában és Finnországban is, ugye kifejezetten taxiszolgáltatások specializálódtak arra, hogy ugye ott várják a kikötőbe a versenyzőket, természetesen lenejlonozott ülésekkel, kinejlonozott utastérrel, hogyha netán összeokádja ezt az egészet, akkor jó, hát kifizet még egy kicsivel többet, de hogy hazaszállítják az illetőt. Szóval azt gondolom, hogy mindenhol próbálnak az emberek kiskaput keresni, ugye azokban az országokban, ahol mondjuk az alkoholfogyasztás idézőben megengedett, ha bár ugye Mohamedán országokban is lehet ilyennel találkozni, amikor üvegből vissza valaki a viszkit úgy, hogy benne van egy nejlonozacskóban, mert így allak nem látja esetenként, szóval ez beleférhet. Én úgy gondolom, hogy itt a keretrendszer lehet egy nagyon fontos dolog, amit... És akkor tudsz olyan országot mondani, ami szerinted példaértékűen iszik? Nem. Még egyébként most közben meg az jutott eszembe, hogy valójában nyilván ezek nem önállóan álló történetek, hogy egy ország vagy egy nemzet hogyan fogyasztja az alkoholt, az függ a gazdaságától, a történelmétől, a politikai berendezkedéstől, az általános lelki állapotától az emberek, tehát nem biztos, hogy csak így különállóan egy alkoholstratégia az úgy mond bármit. Igen. Nem is alkoholstratégiára lenne szükség, én azt gondolom, hogy mentálhigiénés stratégiára. Mert ugye az alkoholnak nagyon gyakran előjön az a szerep, hogy feszültségoldószer. És tényleg azt a fajta pszichoszociális gettót, amiben most itt tulajdonképpen benne élünk, és ez most nem az embernek a családi vonat, meg nem a barátokra vonatkozik, de hogy körülnézel ebbe a világban, most ez abszolút nem egy boldog világ. És tök érdekes, ugye minden év márciusában kerül ki a világboldogság térképe, és Magyarország a vizsgált 109 országból 51. helyen van. És ez nagyon-nagyon nem jó, szóval sokkal erőlébb kellene lennünk. A finnek most már 6 éve vezetik ezt a kvázi boldogság statisztikát. A lesajnált finnek. És a lesajnált finnek, akiknél milyen az oktatás, milyen a szociális háló, hogy működik az egészségügy, milyenek az emberek, és persze ők is fölülnek a kompra. Mert ott is van, aki elmegy, és akkor matrészegre tudja magát valójában inni, de valahogy az ott egy sokkal boldogabb ország, pedig azért, hogy sokkal továbban sötét, ugye már, hogy ilyen időjárási, nem szellemi, meg egyéb más sötétségre gondoltam, mint mondjuk azért Magyarországon. És azért, ha belegondolsz itt azért, amik itt az elmúlt években értek bennünket részben, ugye volt a Covid, jó, az mindenkire ráhatott. Talán volt ez a fránya infláció, ami azért hihetetlen módon beletaposott az életünkbe, és csak a legmagasabb inflációs rátát sikerült Európában elérnünk. Nagyon klasszul, de úgy, hogy akár a következő ország, ami utánunk volt, egy olyan 40%-kal teljesített tulajdonképpen rosszabbul, ugye, mint Magyarország. És jó, oké, persze, most már 10% alatt vagyunk, ami tök jó, de hát a maginfláció akkor is 10% fölött van, de ez senkit nem érdekel, mert meg volt a 9,9, ugye, és az ígéret szép szó, hogyha betartjuk, úgy jó című dolog. Aztán itt van ugye a klímaváltozás, az azzal kapcsolatos szorongások, akkor itt van ugye ez a kiszámíthatatlan időjárás, a megélhetési krízis, ami alatt nem feltétlenül ugye azt kell érteni, hogy akkor most tudok-e 28-án vásárolni a közértbe. Hanem például nagyon érdekes ez a történet, hogy képzeld azt, hogy mondjuk egy kisvárosi középiskolában fölvesznek, leérettségizik egy diák, tök tehetséges, okos, minden oké, és fölveszik őt az egyetemre. A lakója és az egyetem között van 150 kilométer. Nem kap kollégiumot. Mi van akkor, ha a család nem tudja fedezni azt, hogy annak a kétszobás lakásbérjének a negyedét, hatodát ki tudják fizetni, akkor a gyereknek ott fog 19 évesen ketté törni a karrierje, és nem azt fogja csinálni, amit szeretne, amire van tehetsége, mert kényszerpályára fog tulajdonképpen zuhanni. És ez a valóság, mert tudnék ilyen példákat mondani a környezetemben, hogy ilyen előfordult, és persze az illetőnek akkor még plusz munkát kell elvállalni, még újabb éjszakai ügyeleteket kell, hogy a gyereknek tudja valójában fedezni, ki tudjon törni ugye abból a világból, amiből ők tulajdonképpen benne élnek. A gender szorongástól kezdve az iskolai szorongáson át, klíma, járvány, háború szorongás. Hát egyre több háborús góc van ugye a Földön. Most az, hogy mi van Burkina Fasóban, tudunk róla? Nem. Miért? Hát nem olvassuk a BBC-t, nem nézzük a Fox News-t, és így tovább. Mi van Szudánban esetenként, mi van Fekete-Afrikai országokból, hasonló háborúk és konfliktusok zúlnak, mint ugye itt tőlünk néhány száz kilométerre keletre, de az nem érint bennünket, és persze nem is érdekel. Vagy az a fajta klímaváltozás, hát Antonio Vivaldi meg tudná írni a 4 évszakot ma? nem tudná megérni, mert nincsen 4 évszak, hanem ilyen tökre kiszámíthatat. Hát tegnap gyönyörű szépen sütött a nap, még napközben, idézélben majd, hogy nem egy nadrág pulóverbe kint lehetett járni, aztán ugye reggelre leesett a hó, most megint ilyen idő van, tökre kiszámíthatatlan ez. De és ez egyébként az mennyire látszik meg a statisztikákban? Tehát most, amiket felsoroltál, ezek mondjuk az elmúlt éveknek begyűrűző krízisei Magyarországra is, meg nyilván nemzetközi szinten, de hogy ez mondjuk változtat azon, hogy hány alkoholbeteg van, hány kábítószerfüggő van, gyógyszerfüggő, hány... Ezek konstans számok, ez 20 év és ilyen volt, és nem, ez... Nem, kábítószerfüggőnél igazándiból szerintem Magyarországon nincsen olyan komoly probléma. Körülbelül 20 000-re becsüljük a kábítószerfüggőknek a számát. És az a klasszikus szerfüggő, aki... Jó, de akkor még az alkoholbeteg. Igen, az alkoholbetegek száma azért az növekedő tendenciát. Tehát az folyamatosan növekszik? Az azért picit emelkedik. Gondolj bele, a szorongást, amikkel itt együtt élünk, ugye minden 7. magyar középiskolás valamilyen közepesen súlyos mentális problémával küzd. Magyarországon kb. Egy osztálynyi középiskolás lesz évente öngyilkos. Ami nem csak a cyberbullyingról szól, és talán pár hónappal ezelőtt ezt még ugye ti is lehoztátok, ugye ezt az újpesti középiskolában történt felmérést. A szexuális erőszak, verbális erőszak, elhanyagolás, családtag börtönbe, mentális probléma családba, drámai eredmények jöttek ki ebből. Csodáljuk, hogy nagyon rossz a fiatalok mentálhigiénis állapota. Csodáljuk, hogy esetleg hétvégén vagy olyasmi elmennek berúgni, amikor elfelejti ezt az egészet. Hogy ellopja mondjuk azokat, vagy elhozza azokat az altató-nyugtató jellegű gyógyszereket, amelyek ugye oldják a feszültséget, amikor nem foglalkozik a világgal, amikor nem érdekli semmi, amikor ugye ott van az online világban, és akkor gyakorlatilag bárkinek, bárminek kiadhatja magát, szép vagyok, okos vagyok, erős vagyok, ügyes vagyok, bátor vagyok. Közben kiderül, hogy abszolút nem az, de ő az online világban ugye ott ilyen lehet, mert az online kapcsolatainak a 50-60% alatt büdös életben nem fog találkozni, már így fizikálisan, és ezek nem fognak kiderülni. A újabb személyiségfejlődési zavarokat tud okozni. Minden 7. magyar középiskolás valamilyen közepesen súlyos mentális problémával küzd. Ő ugye pont úgy fog kinézni, mint a többi. Semmit nem veszel rajta észre, csak itt valami óriási nagy zűr van benne. Szóval nem vagyunk most nagyon-nagyon jó mentálhigiénés állapotban, és erre mondtam azt, hogy ez egy baromi problémás világ, és a feszültségoldásnak ugye, hát elszívok egy jó kis panglit, beveszek 2 tabletta ekit, boldog vagyok, felszabadult, röhögök, rastafári érzés, pörgök 160 BPM-mel, majd egy órát még a szekrényajtóval is hajlandó vagyok beszélgetni, mert annyira klasszul érzem magam. Ugye megiszom azt az üvegbort, és akkor már tök jó, mert akkor már az M1-et is tudom nézni, ha megiszom még egyet, akkor már a TV2-t is, ha bár szerintem nem lehet annyi bort megint, hogy a TV2 nézhető műsor legyen összességében, és gyakorlatilag erről szól ma tulajdonképpen a világ, és ez nagyon-nagyon nem jó. Úgyhogy amikor arról beszéltem, hogy nem alkohol, meg nem kábítószer stratégia kéne, mert mentálhigiénés stratégia kéne Magyarországra. Hogy hogyan tudnának, mert ugye ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor most mindenkinek szakemberhez kell fordulni, és akkor el kell menni a pszichológushoz, el kell menni a pszichiáterhez. Pont ebben a korosztályban egyébként, ami ez a gimnazista 14 évesek, hogy egy szülőnek hol kell elkezdenie egyébként, vagy hogy kell elkezdenie azt, hogy beszélgessen a gyerekkel arról, hogy ha elmegy bulizni, akkor mi történik vele. Kimondtál egy kulcs szót? A beszélgetés. Hogy tudunk-e vele beszélgetni. És ugye, hát gondolj bele, hát te is voltál kamasz, én is voltam kamasz, jó, én sokkal régebben, de ez azért ön túl sokat nem változtat, hogy a kamasz gyerek, az tökre kiszámíthatatlan. Ugye abban az időszakban, mondjuk ilyen 14 és 19 éves kor között, ugye rengeteg minden változás történik az életünkben. Ugye bekerülünk egy tök új közösségbe, keresjük a helyünket, akkor próbáljuk a jövőnket tervezni, ugye ez a jó hülye mondat, ez a Mi szeretnél lenni című történet. De hogy milyen változások történnek, hát bekerül mondjuk 14 évesen egy kislány, mert az. És hogy jön ki 19 évesen? Fiatal nőként. És bekerül egy kisfiú, és fiatal emberként, ha bár mondjuk ők, a fiúk azért ebből a szempontból egy kicsit le vannak maradva, vannak párkapcsolataik, ahol azért picit más felelősséggel egy csomó mindent kvázi le tud élni, át tud élni, ki tud próbálni, mint ugyebár felnőtt korában. És ez tele van a pszichés fejlődés lukaival. Hát olyan kihívások előtt állnak a fiatalok, álltunk tulajdonképpen is, amiről kéne kommunikálni, beszélgetni. Tehát ez nem így működik, hogy na, gyere fiam, ülj le, beszélgessünk. Hogy vagy? Mi történt az is? Na de akkor hogy működik? Én alapvetően azt gondolom, hogy meg kell találni azokat a közös nevezőket. És ugye ne felejtsük el, hogy itt a szülő és a gyerek korosztály az óriás mértékben különbözik egymástól. A gyerek az őslakos. Ennek a világnak az őslakosa. A szülő betelepült. Szülő is volt őslakos 20-30x évvel ezelőtt, amikor ő pontosan ugyanilyen volt. És gondolj bele, hogy egy betelepült és az őslakos közötti kommunikáció az milyen baromi nehéz. Nagyon sokáig éltünk Törökbálinton. Törökbálint szélén, a Tükörhegyen épült egy külön része tulajdonképpen a városnak. Ugye mi volt beírva a személyigazolványokba? Törökbálint, ilyen utca, ilyen. Ennyi. Törökbálinti voltam valaha? Soha. Minden Budapesthez kötött. Budapestre jártam dolgozni, ott intéztem a bevásárlást, és így tovább, és így tovább. Miben kötöttem Törökbálinthoz? Az, hogy netán hétvégén lementem a Pékhez, vagy időnként lementem a postára, hogyha mondjuk valami átvevendő küldemény volt, és semmi egyéb más. Én betelepült voltam Törökbálinton, és akkor aki ott született, ott él 40-50-60 éve, az a valódi őslakos. Nem szerették a betelepülteket, miért szerették volna? Habár ugye kicsit felduzzasztotta a város, de igazán de most semmi haszna idézőjelben a városnak ebből nem volt, és számtalan település is valójában így tud működni. Beszéltél az elhízásról, de szeretnék róla külön is beszélni, mert csak amiatt is, mert a magyar lakosságnak nagyjából a 60%-a érintett, ha jól tudom, és hogy ezzel az egyik legelhízottabb nemzet, ország vagyunk a Földön, a negyedik. Igen. Te hogyan fognál ennek a problémának a megoldásához? Én megpróbálnék egy influencerrel ez ügyben beszélni, hogy utasson pozitív példát. Ha belegondolsz abba, hogy délelőttönként ott van a különböző kereskedelmi csatornák, az a TeleShop nevű történet, ahol negyed órán... Múltkor valamit láttam, ahol negyed órán keresztül megmutatják, hogy ez a késhez gyakorlatilag ez mindent felszelte, csak így a paradicsom fölé teszed, a paradicsom ketté esik, a csodaportörlőronytól kezdve bármi egyéb. Meg fogjuk ezt venni? Nagyon-nagyon kevesen. De ha mondjuk ugyanezzel a késsel, mondjuk ez Cristiano Ronaldo fogja nekünk reklámozni, akkor másnap már rögtön elmegyünk a boltba és megvesszük. Magyarán szólva az influencerek hihetetlen módon tudják befolyásolni a vásárlási szokásainkat. És kellene egy olyan influencer, akit mondjuk Magyarországon ismer mindenki, és mondjuk jelentős módon el van hízva, és akkor az influencer azt mondaná, hogy emberek, igen, elhíztam, van ilyen. Táplálkozás, életmód, nem sport, stb. Stb. Mi lenne, ha egy év alatt lefogynánk 20 kilót? Vagy 25-öt? Szóval, és ez nem egy ördögtől való. Szóval nem arról szól, hogy 80 kilót kell lefogyni egy év alatt. És gondolj bele, hogy itt például a példák, azok hihetetlen fontosak. De ez még szerintem, bocs, ez egy állami feladat lenne? Szerinted, én azt gondolom, hogy lehetne akár állami feladat, és akkor hát, hogyha kinek lenne ez a feladata? Hát akkor gondolhatnánk akár egy elhízott magyar politikusra is, aki azt tudná mondani, hogy igen, emberek, így jártam, sajnos elhisztam, mi lenne, hogyha ezen változtatnánk. És akkor minden két hónapban előjönne a csávó, fölállna a mérlegre, és akkor azt mondanák, hogy gyerekek, múlt héten ennyi volt, vagy két hónapja ennyi voltam, most ennyi vagyok. Lement 4 kiló, és megint lement 4 kiló, megint lement 4 kiló. Gondolj bele, ha ő meg tudja csinálni, akkor én is, és őt ismerem. Láttál olyan képet már az interneten, ami arról szól, hogy ott van a csávó 200 kilósan, és akkor másfél év múlva látsz róla egy képet mondjuk 120 kilósan, és ugyanabban a ruhában van, nem? És akkor idáig lóg az akkó, a gatyába még 3-an beleférnének, és erre mit mondunk? Nagyon jó, tiszteletre méltó, tök jó, megcsináltad, de nem tudom, hogy ki vagy. És ettől a pillanattól kezdve egy véleményvezérnek, egy influencernek, és gondolj bele, a vezető magyar politikusok azok influencerek, nem? Tulajdonképpen, és most tök mindegy, hogy a politikáról, a gazdaságról, vagy bármiről fejtik ki a véleményét, követik 500 000, 600 000, 800 000, 1 millióan, szavaznak rájuk 2,5 millióan, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy ők azok, akik leginkább, mert most érted, most nem tudok példát mondani, hogy egy youtubert, egy elhízott youtubert, akit lehet, hogy Magyarországon követnek 450-500 000, 600 000, de igazándiból ő nem téma, mert őt követi az a réteg, aki valójában vele valamilyen kapcsolatban van, de pont az a réteg, mondjuk annak a gyereknek a szülei, akik már ugye ekkorák, azok azt nem fogják követni, viszont egy politikus influencert, azt igen. És ennek rövid távon nagyon pozitív népegészségügyi haszna lenne. 2 év alatt mérhető lenne ennek a haszna, cukorbetegség, ízületi megbetegedés, daganatos megbetegedés, és még millió egy ilyen történetet tudnék mondani. De szerinted miért nem történik ez? Hát ezt azt gondolom, nem tőlem kellene megkérdezni, hanem mondjuk attól, aki esetleg ugye politikusként, elhízott politikusként leülne veled szembe. De amikor azt látjuk, ugye, hogy ott vannak a jó kis csülkös pacal, a 8 tojásos tésztával, meg a körömnyi pálinka, meg a pálinka alapvető élelmiszer című mondatok hangzanak el, akkor ne várjunk ettől az egész történettől csodát, mert ugyanez visszafelé is elsülhet, mert ha ő megengedheti magának, hogy ilyen legyen, akkor én is megengedhetem magamnak. És ettől a pillanattól kezdve ugye a fagyi az visszanyalt ebbe a történetbe. És itt nem mondjuk a Szoboszlairól kell példát venni. Alapvetően egy sportoló, egy élsportoló. Magyarország reménysége ugye az Európa-bajnokságon, akinek természetesen egy deka súlyfölösleges sincsen, hanem tényleg azokról. Tök érdekes volt, nem tudom, láttad-e az EB-nek a sorsolását? Most hát magát a műsort, nem csak az eredményt. Na, most az eredményt, hanem a sorsoláson ugye ott előjött egy csomó futballista. És nagyon érdekes volt a speaker, mondta, és ugye jöttek elő ezek a már évek óta abba hagyták a futball című fiúk, fessen, csinosan, öltönybe, és akkor azt mondta, aki vezette a műsort, aki fordította, hát most egy, hogy is mondjam, csak egy ilyen, nem azt mondta, hogy kevésbé példaértékű, de hogy kevésbé jó állapotban lévő fickó, és akkor jött a holland, a Snyder, aki így szépen így ki volt kerekedve, és ezt úgy előjelezte, hogy most ő fog jönni, és a többi az meg abszolút, pedig volt, aki már mit tudom én, 15-20 éve a bajt, és nincs rajta egy deka súlyfölösleg sem, hogy ez azért úgy előjött ezekbe a mondatokba enyhe célzásként. Ő pedig egy rossz példa, de mondjuk hát lehetett ott egy csomó egyéb más futballistát látni, aki már kvázi nyugdíjas, mint futballista, de abszolút mértékig nem hízott el, és tökre jól tartja ugye a saját súlyát. És az érdekes nekem egyébként ebben az egész témakörben, hogy Magyarországon, annak ellenére, hogy mennyire érintettek vagyunk, hogy ez mennyire nem téma viszont közben. Tehát, hogy ennek ugye közegészségügyi következményei is vannak, és hogy ehhez képest meg nem úgy tűnik, mint hogyha nem foglalkozna ezzel. És tudod, mikor én egyszer erről beszéltem, és akár itt néven is neveztem egy politikus. Hát Orbán Viktorról beszéltél, hogy ő akár mutathatna olyan példát. Akkor gyakorlatilag rám szakadt az internet kurva anyádázása úgy, ahogy van, és a legenyhébb tényleg az volt, amikor anyámat emlegették, hogy utolsó mocskos disznó. Ez azért is érdekes egyébként, mert pont Orbán Viktor volt, aki még mondjuk 10 évvel ezelőtt, még ha jól emlékszem, egy Blikkes interjúban még ő maga beszélt arról, hogy egyébként hát igen, most már nem sportol, elhízott, és hogy neki most már inkább ő azt mondta, hogy fogyókúra helyett sportolnia kellene, de hogy akkor arról beszélt, hogy ő a stresszt mondjuk evéssel dolgozza fel. Sok mindennel föl lehet dolgozni, azt gondolom, a stressz persze az egyik megoldás, ugye az evés lehet valójában, de úgy gondolom, hogy attól, hogy valaki még 60 éves, az még nem jelenti azt, hogy akkor tulajdonképpen el kell saját magát hagynia, és akkor azt mondani, hogy hát most már a szabómra van vízva ez az egész történet. Te mit gondolsz arról a dilemmáról, még szintén maradva az elhízásnál, de igazából majdnem minden fogyasztásból fakadó, és nyilván az elhízás is az egy ilyen fogyasztásból és életmódból fakadó történet, hogy ott kinek nagyobb a felelőssége ebben, az egyénnek, vagy az államnak, vagy kinek kell igazából aktornak lennie abban, hogy ez megoldódjon, mert hogy ugye végső soron az ebből fakadó betegségeknek viszont meg van tehát az közteherviselésben igen, fog végül lecsapódni, és hogy ez terheli az állami egészségügyet, meg az adófizetőket, és hogy ezért, nem tudom, máról is, tehát hogy nagyon sok mindennel igen, összefügg az, hogy én mondjuk egyéni szinten milyen döntéseket hozok, hogy mennyit eszek, hogy mennyit dohányzol, hogy mennyit iszok. Alapvetően azt gondolom, hogy az egyénnek is van felelőssége, de az csak saját magára vonatkozik, esetenként a szűk környezetére. Mert azt tudja mondani, hogy figyelj, én is megcsináltam, szerintem te is meg tudod csinálni. De összességében, hogyha ebből lehetne egy előbb említett idézőjelben kampányt csinálni ebből a dologból, hogy divat legyen az, hogy igazándiból lefogyunk, hogy tudunk változtatni ugye a saját testképünkön, akkor ez innentől kezdve miért ne lehetne egy állami feladat? Akár megint egy hasonló dolog, ugye, mint a szűrővizsgálatok, egy közszolgálatiság, ami szerintem baromi fontos. Tudtad-e azt, hogy az elhízás az alábbi betegség jelentős rizikófaktora például? Mert lehet, hogy sokan nem is tudják egyébként, nem? Nem gondolom. Hát szóval azért ez egyértelmű. Hát most szoktam mondani időnként elhízott betegeknek, hogy próbálják ki a következőt. Fogjon 2 karton ásványvizet, válasszon ki egy tetszés szerinti 10 emeletes épületet, menjen föl gyalog. Nem kell sietni, lassan, kényelmesen, ne álljon meg, mindig akár csak egyet-egyet lépve, de menjen föl. Fölér a 10-re, tegye le az ásványvizet, léhegje ki magát, menjen le a földszintre, lifttel, és egy fél óra, óra múlva ugyanezt a 10 emeletet járja meg ásványvíz nélkül. Tökre érezni fogja azt a 16-18 kiló súlykülönbséget, amit ugye eddig neki cipelnie kellett. Hogy ez mi a? Milyen baromi sokat jelent ugye ebbe a dologba. És ehhez nem kell valakinek egyetemi végzettségének lenni, hogy ezt be tudja látni, hogy oda tudjon ugye ezekre a dolgokra figyelni. De az, hogy például milyen érrendszeri és keringési és egyéb betegségek következnek az elhízásból, tehát én erre próbáltam utalni, hát azt lehet, de azt nem biztos, hogy... De itt van ez a tudta, de? Igen. És ugye nem azt kell elmondani, hogy most az elhízás és az érelmeskedés között milyen korrélattani kapcsolat van, és elmagyarázni az embereknek, hogy akkor itt, hogy a koleszterin szint, meg ez, meg az, hogyan tudja ezt befolyásolni, mert azt gondolom, hogy erre kvázi így nincs szükség. De az, hogy tudta, de című történet, és akkor ezt így felsorolni, az lehet, hogy egy kicsit, hogy is mondjam, csak figyelemfelhívóbb tudna lenni. És ez megint a közszolgálatiságról szól. Az utóbbi időszak, és lehet, hogy az előttünk álló hónapoknak, éveknek is az egyik témája lehet, hogy bedobták ugye a kormányzati politikusok, hogy az energiaitalt lehet, hogy be kellene tiltani 18 év alatt. Ez egy megfelelő megoldás, lehet szerintem? Látod, mindig ezen a fránya dolgon lovagolunk, a betiltás, a betiltás, a betiltás. Itt vannak például ugye ezek az elektronikus... Az elfbár. Ugye az is egy olyan buta dolog, hogy most attól nevezték ezt elfbárnak, mert ha bár 400 féle van belőle, legalább 7000 féle ízben, mert ez volt az első, amúgy egy populárisan megjelent Magyarországon. De pontosan ez az energiaital című történet megint alapvetően miről szól. Bedobunk egy történetet. Miért? Mert volt egy apropó. Mert ott volt ez a miskolci fiatalember, aki megivott 21 néhány doboz energiaitalt, és világos, hogy belehalt. Oké? Szerintem bármelyikünk képes lenne abból, hogy belehaljon, hogyha meginna 21 néhányat. Szóval az extremitásokból nem szabad az átlagokra valójában következtetni. És most képzelj el egy tepsit, mit tudjunk ebbe a tepsibe. A tepsibe megsütöm a süteményt, ezt így fölvágom, és azt mondom a gyereknek, hogy fiam, ezt a 4 sütikockát, ezt nem eheted meg. A többit megeheted. Miért? Habár mindegyikben ugyanannyi mennyiségű koffein van, de erre az van ráírva, hogy energiaital. Erre az van ráírva, hogy dupla kávé, erre az van ráírva, hogy kóla típusú üdítőital, erre az van ráírva, hogy kakaó, és így tovább, és így tovább. És az utcán az a két 15 éves a kezében, vagy 16 éves energiaitalos dobozzal battyog, akkor azt mondjuk, hogy ez nem jó. És ott ülnek a már előbb említett kávézónak a teraszán, és isznak egy láttét, és nem ezt csinálják, hanem beszélgetnek egymással, akkor mit mondunk róluk? Tök édesek, milyen jó, hát itt ülnek, beszélgetnek, tök aranyosak. Mennyi a koffeinbevitel? Pontosan ugyanannyi mind a kettőből. Szóval attól, mert az egy tutti-frutti ízű, cseresznye ízű, mit tudom én, és most már azért vannak cukormentesek is, mert ugye itt a cukor az még egy nagyon lényeges dolog az elhízás szempontjából, hogy azt így azért így kipécéztük, és akkor a többit meg nyugodtan lehet fogyasztani. Hát egy 1,75-ös kólatípusú üdítőitalban pontosan ugyanannyi koffein van, mint amennyi mondjuk egy doboz energiaitalban. Lehet, hogy azt nem egyszerre, ezt nem egyszerre issza meg, hanem mondjuk leül délután a gépe mellé, és akkor azt a majd 2 litert azt szépen ott becsorgatja saját magának, de a koffeinbevétel az pontosan ugyanott tart. De hogy akkor, tehát hogy valahol mégiscsak mondjuk akár az állam szabályozói oldalról húz azért határokat, hogy mi az, amit enged, meg mi az, amit tilt, mert hogy hány olyan kábítószer van, ami tiltott, hány olyan van, ami legális, akár mondjuk az alkoholról beszélünk. Így van, abszolút. De ez megint ugye... Dohányzással kapcsolatban is az is olyan, hogy most legális, de mondjuk Nagy-Britanniában már ugye olyan törvényjavaslat van az asztalon, még ha jól tudom, nem jutották be, de pont a miniszterelnök jegyzi, egy olyan szándék, hogy egy bizonyos kor után születettek, már soha ne vehessenek majd legálisan cigarettát. Tehát, hogy ez egy, nem egy kőbevésett történetekről beszélünk, hanem ez alapból. Na de itt megint miről szólna a dolog, a felvilágosításról, hogy elmagyarázzuk a gyereknek, hogy ez miről szól. És én magam is emlékszem rá, hogy amikor én még nem töltöttem be a 18-at, én Budapest belvárosában nőttem föl, pontosan tudtuk, hogy melyek azok a kocsmák, borozók, ahol szó nélkül kiszolgáltak bennünket 16-17 évesen, és a kutya nem kérte el a személyigazolványunkat, és tudtuk, hogy melyikben nem menjünk be, mert ott meg ugye el fogják kérni a személyigazolványt. Szóval persze ezeket a tiltásokat mindet valójában ki lehet kerülni, de nem inkább a tiltás helyett azt kell elmondani, hogy elmagyarázom neked, öreg, hogy ez tulajdonképpen miről szól. És hidd el, 14 év alatt, hogyha megiszod az energiát, nem fogsz belehalni. egyet megiszol. Persze. De itt is egy keretrendszer tartsába, és 14 éves kor alatt senkinek nem javasoljuk, viszont azt is el kéne mondani, hogy 14 és 18 éves kor között ugye az a 100 mg koffein bevitele, az gyakorlatilag nem fog negatív egészségügyi hatásokkal bírni, de az legyen 100 mg. És az ne legyen 200, meg ne legyen 400, meg ne arról szóljon, ha nem itt áll hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, akkor szombaton a buliba megijedted azt a hatot, mert a napi 100-as átlag megvan, mert a szélsőség az amúgy is ki fogja verni tulajdonképpen a biztosítékot. És azt gondolom, ez sokkal észszerűbb, racionálisabb, mint amikor tiltunk, mert minél inkább tiltunk valamit, annál inkább érdekesebb lehet. Hát a szomszédhoz bemászni és ellopni az almáját, hogy az eprét, vagy a bármit, tehát ez sokkal érdekesebb volt, mint otthon a kertbe odabattyogni, nem, és akkor ott leszedni, mert abban tulajdonképpen semmi izgalmi rizikó valójában nincsen. Szóval ez a fajta kihívás, ez szerintem jelen esetben megint csak visszaüthet, és ezért én a tiltásnak soha nem voltam híve, hanem a felvilágosításnak. Beszéljünk róla, mondjuk el a dolgokat. És nagyon érdekes példa, hogy itt előbb említetted a kábítószereket, hogy például a rendőrség mennyire változtatott ugye a hozzáálláson. Én emlékszem rá, hogy kb. 20 évvel ezelőtt Budafokon volt egy kiállítás, ilyen kábítószer kiállítás ott a művelődési házba, és engem is meghívtak, és ott elmentem, beléptem, és ott mit láttam? Egy bazi nagy koporsó volt letéve, rendesen besötétítve, gyertyával minden, és az ember ott körülnézett, látott, hogy 30-40 képet, ami arról szólt, hogy gyerekek kisodródtak, az autóval lóg ki belőle 2 halott, ez is meghalt, az is meghalt, ez is meghalt. Most meg, ugye például legutóbb idén is volt már a második bűnmegelőzési fórum a rendőrségen, ami abszolút nem arról szólt, hogy akkor most elrettentünk, meg börtönbe kerülhetsz, meg majd jól letartóztatunk, és így tovább, hanem pontosan a felvilágosításról. Szóval, hogy a rendőrség mennyire pozitívan áll ez a dologhoz, mennyire jól át tudnak alakulni ők is, és ebből a tiltás, mutassuk hallottakat című történetből ők is átmentek a felvilágosítás oldalára. Ugye az egész tiltásnak még annyiban visszakötném a tinédzserek és az alkoholfogyasztáshoz való, akár ilyen szülői szocializációnak a kérdéséhez, hogy szerintem generációk nőttek fel úgy Magyarországon, hogy úgy engedték el őket bulizni 14-15 évesen, hogy egy kortyot sem. És hogy az a fajta beszélgetős, az érvelős, nem volt. Hogy vigyál 2 sört, fiam, de az közben vigyál meg egy, nem tudom, egy fantát is, az nem annyira. Igen, az abszolút hiányzott, mert ugye megvolt, hogy amíg az én kenyeret iszod, ebben a családban nem lesz cigi, nem lesz pia és nem lesz kábítószer. Ha megtudom, szíjat hasítok a hátadból. Hát nekem sincs szíj hasítva a hátamból, gondolom neked sincs szíj, pedig lehet, hogy neked is volt 14 és 18 éves kor között esetleg olyan kerecsértési magatartás, amire ma már az ember nagyon érdekes, hogy itt is ugye hogyan emlékszik vissza. Szóval emlékszem a harmadikos gimnazista korunkban, voltunk egy soproni osztálykiránduláson, ahol az a kevés fiú, aki oda járt az osztályban, a Verespáni gimnáziumban érettségiztem, azok sikeresen öten berúgtunk. De valami hihetetlen módon. És ebből lett 10 botrány az iskolába, kellőképpen. Nekünk most volt május 13-án a 45. érettségi találkozónk, és ez a történet, ami akkor botrányt kavart, ez gyakorlatilag 46 évvel később az érettségi találkozón egymást térdét csapdosó aranyanekdótává szelidült. Pedig akkor ott se anyám nem volt boldog, se az osztályfőnök nem volt boldog, se az igazgatónő nem volt boldog, hanem ebből nagyon-nagyon komoly botrány volt, és hogy ez most itt 46 év után, te emlékszel, hát ott ültünk át az Ikarusba, basszus és kálásszatyorba okáltunk, hát rettenet, borzasztó, Gyógygödör című borozóba. Szóval, hogy itt az idő azért nagyon sok mindent megszépít, de mi szerintem pontosan ugyanolyan fiatalok voltunk, mint a mostaniak. Oké, nagyon-nagyon más lehetőségi körrel, akár csak az alkoholfogyasztást nézed, vagy akár a kábítószert. Hát, szóval akkor azért hozzájutni egy spanglihoz, mondjuk a 70-es évek vége, 80-es évek eleje azért, az nem volt egy egyszerű történet. Jó, nitroigítót szívhattam volna, meg ragasztót, meg parkán, meg aktedron, meg centendrin, meg mit tudom én, piálni altató nyugtatóra, de az akkor az nagyon ciki volt, de egész egyszerűen nem tudok úgy gondolkodni. Ha én ma lennék ennyi idős, hogy kipróbálnám-e vagy nem, nem tudom megmondani, mert nem tudom magam most egy 16-18-20-22 éves bőrébe gondolni. Én akkor voltam ilyen, akkor ilyen lehetőségeim voltak. Szerintem, ha akkor lett volna, szó nélkül kipróbáltam volna. Miért is nem? Csak nem volt. És ugye ezért bírhatott visszatartó erővel. Szerintem téged úgy ismer és könyvelt el a nyilvánosság vagy a magyar közélet, hogy te egy ilyen szabadszájú orvos vagy. Szerinted ez stimmel? Szerintem stimmel alapvetően. Én általában el szoktam mondani a véleményemet. És neked, mondjuk ugye, tehát nyilván neked is vannak intézményi kötelezettségeid, vagy tehát intézményeknek vagy a tagja, a beosztottja, hogy ilyenkor kell egyébként egyeztetned, engedélyt kérned valakitől, hogy nyilatkozzál? Az volt a kérés, hogy az adott intézményre, ahol dolgozom, az kvázi úgy ne legyen nevesítve. Most nem úgy, hogy esetleg, hogyha egy interjúval kiírják, hogy mit tudom én, kórház, mentőszolgálat, stb. De hogyha érintem a szakmai témákat, akkor ne az legyen, hogy nálunk a, mit tudom én, az ilyen és ilyen kórházban ez így és így és így és így azért, és ezt úgy tulajdonképpen elfogadták. Még annó is ugye, amikor még ugye vezetőbeosztásban dolgoztam, de most beosztott vagyok mindenhol. Hála az égnek, sehol nem vagyok főnök. Ugye amiatt is kérdezem így, mert az elmúlt időszakban azért volt jó néhány olyan megszólalásod, ahol akár az ilyen központi politikai, egészségpolitikai irányt, akár a Covid idejében bíráltad mondjuk a miniszterelnöknek a megszólásait, hogy az mondjuk a vakcinákba vetett bizalmat hogyan gyengítheti, hogy az ilyen esetekben van-e olyan, hogy rád szólnak, mondjuk akár az intézményből, hogy ez most azért is sok volt, nem kellett volna figyelmeztetés akármi. Igazán volt erre precedens, hogy volt egy kis ilyen homlok összehúzás, de semmi egyéb ilyen konzekvencia ennek a történetnek nem volt. Én úgy gondolom, hogy a demokratikus országban az ember szabadon elmondhatja tulajdonképpen a véleményét. Hogy ezt most elmondom egy baráti társaságban, vagy esetleg elmondom így neked, ami kvázi igaz, hogy most itt ketten beszélgetünk, de jó eséllyel mondjuk ezt a podcastot lehet, hogy talán meg fogja nézni több mint 1000 ember, jó eséllyel, vagy reméljük, hogy akár még talán egy-két nullával talán több is oda kerül. Ebben szerintem olyan érdemi különbség valójában nincsen. Aztán ezt mindenki oda teszi, hova akarja, mert biztos egy ilyen véleménynyilvánítás után lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy na, ez egy faszacsávó, meg elmondta, és akkor lehet, hogy lesz olyan is, aki azt fogja mondani, hogy ez egy hülye barom, és akkor utálom, mint a szart című történet. De hát pontosan ez a szabad világnak valójában a lényege. Ráadásul ugye a kommentelők jelentős része nem feltétlenül mindig saját néven fog kommentelni, illetve hát persze pontosan tudjuk, hogy bizonyos sajtótermékeknél megvannak ugye azok a másik oldalon, a pálya másik oldalán játszó trollok, akiknek meg tényleg az a feladatuk, hogy akár egy karaktergyilkosságot is elkövessenek. Nekem a saját szakmámon belül már semmiféle ambícióm nincsen. Én nem akarok osztályt vezetni, nem akarok előrelépni, köszönöm szépen, van még, nem akarok semmilyen politikai szerepet betölteni, nem akarok választásokon indulni, nem akarok egyetlen egy mozgalomhoz, párthoz sem hozzácsapódni. Szóval ebből a szempontból én szerintem így egy tök semleges fickó vagyok. Szóval nem azért mondom el a véleményemet, hogy akkor még a végén itt bemondjak, és akkor szavazzanak rá, és akkor kiírjuk azt, hogy mit tudom én, ilyen meg ilyen párt itt a háttérben, hogy beúszik a logó, vagy teljesen véletlenül előveszek én egy papírt, amit majd itt széthajtogatok, hogy ez kerüljön bele az ébe. Szó nincs erről az egész dologról. Nem akarnék valójában politikával foglalkozni, már úgy semmilyen szinten, hogy ezt nem is professzionális egyáltalán, még akár ilyen amatőr szinten sem szeretném ezt tűzni. Sem egy önkormányzat. Hát volt nekem ebből pont elegendő, én ezt végigcsináltam. Igen, arról több interjúban beszéltél, és igen. Hát nem bírom ki, hogy ne kérdezzek rá, mert hát egyszerűen annyira izgalmas, de hogy nem arra a részére, amire talán gondolhatsz, hogy ugye 94 és 98 között voltál a Fidesz színeiben, igen, önkormányzati képviselő Budaörsön, utána pedig a megyei közgyűlésben is voltál, ezt több helyen elmondtad, viszont volt egy interjúban arra, azt is megemlítetted, hogy a 2000-es évek elején, amikor ugye a Fidesz kormányzat volt, akkor te kaptál egy magasabb felkérést is, igen, talán kormányzati pozícióba? Igen. De ezt meséld el, kérlek. Minisztériumban akartak valami széket adni a fenekem alá. De igazándiból én... Gondolj bele, hogy ilyen történet mellett tudnám... De akkor nem miniszternek kerestek? Az is benne volt esetleg a pakliban. Igen, egy Orbán kormányban. De én annál sokkal-sokkal jobban szeretem a saját szakmámat, ott állni a betegágy mellett, kivonulni a mentőautóval. De egy ilyen mellett azt nem mondhatom azt, hogy oké, gyerekek, én vagyok az államtitkár, mondjuk, és akkor én hétfő éjszaka mentőzöm. Képtelenség. Mert jöhet valami olyan, és akkor az egész, mit tudom, beosztást fölborítja, stb. Szóval ez nem. Így is pont elég az, amikor időnként az ember megjelenik mondjuk egy lakásban, egy nyilvános helyen, ugye kiszáll a mentőautó, és akkor Jé, hát ez a hár. Hát ez meg hogy kerül? De hát hogy? Hát 41 év ülök a mentőautón, alapvetően úgy kerülök ide, ebbe az egész történetbe. Szóval én annál mondom, sokkal jobban szeretem a szakmámat, hogy mondjuk egy íróasztalért, egy öltönyakkendős történetért oda dobjam. Ráadásul éppen most volt a feleségem kislányának a szalagavatója, és basszus, nem találtam meg a nyakkendőmet otthon. Úgyhogy ez milyen gáz lenne, hát nem tudnék nyakkendőt fölvenni. De hogy akkor téged egyébként úgy tarthattak számon, mondjuk az ilyen politikai felsővezetésben, mint egy megbízható szakember, aki egyben pártfegyelmet is képes lehet tartani, hogy mégiscsak azért megkínálnak egy ilyen gondolattal legalább. Ezek szerint talán igen, mert ugye nem, ez nem így face-to-face zajlott le ez a kommunikáció, hanem idézőben ráutaló magatartások történtek ugyebár ezzel kapcsolatban, de én ezt rögtön az elején ezt így igyekeztem itt eltolni, hogy ne is gondoljanak rám. Aztán kaptam más oldalról is, hogy a megkeresést, hogy akarnék-e, de mondtam, hogy szó nincs róla, nem akarok. Azért megtisztelő, nem? Hogy akkor ezek pártoktól függetlenül persze, téged valahogy igen, hogy gondoltak erre, de az nem az én világom. Szóval abszolút nem. Szóval nekem az a kis sárga mentőautó, meg az a sürgősségi osztály az a világom. Sokkal, sokkal, sokkal inkább. Kicsit akarlak még kérdezni, már az utolsó blokkjában a beszélgetésnek a jelen egészségügyi talán nagyobb kérdéséről, és az egyik a hálapénz lenne. Ugye ezt megszüntették a paraszolvenciát, büntetendő, és amennyire tudom, vagy hát amennyire én is hallom, meg nyilatkozatokból láttam, ez eléggé kikopott a rendszerből, viszont a másik oldalon pedig az látszik, hogy a kórházi várólisták azok pedig elkezdtek újra megnőni, és hogy valószínűleg van összefüggés a kettő között, mert hogy nincsen olyan extra ösztönző a rendszerben, hogy akik mondjuk műtenek, azok műtsenek még többet, akár munkaidőn felül is, mert hogy akkor azért plusz pénz jár. Hogy ezzel a helyzettel szerinted mit lehet kezdeni? Nézd, alapvetően nekem ebből a szempontból világéletemben mázlim volt, mert akár baleseti sebészként, akár a toxikológiának, akár a sürgősségi osztály, akár a mentő, az nem arról szólt, hogy a vonat alól az ember így tartotta ki a borítékot, hogy doktor úr, doktor úr. Szóval nem azt mondom, hogy az életemben nem kaptam paraszolvenciát, mert ezt hazudnék, de messze-messze nem arról szólt, hogy erre az ember számít. Ugye azt mondom, hogy mit tudom én, a fizetésem ennyi, és akkor annak a 2, 3, 4, 5, 10, 15-szörösét paraszolvenciával megkeresem. Szó nem volt erről. És azt kell, hogy mondjam, hogy tök jó volt. És most is azért ott van, hogy időnként szeretnének adni a betegek, és azért ezt nem lehetett kiirtani az emberekből. És megmondom őszintén, én akkor nagyon csúnyán szoktam a beteggel beszélni. Szóval mélységesen elhatárolom magam tőle. Sőt, ilyenkor szoktam azt is mondani, hogy ezt még egyszer megpróbálja, akkor kidobom a rendelőből. Hát de most teket kirúgják az orvost, nem? Persze. Hogyha elfogadja. Hát meg nem az, hogy kirúgják az orvost, hanem jön érte a terror elhárítás, és bilincsbe verbe fogják tulajdonképpen elvinni, amit azért valljuk be szintén egy picit túlzásnak tartok. Szóval itt azért nem arról van szó, hogy megöltött embert, és akkor vadászni kell a teknek, és akkor el kell vinni. Szóval ezt lehetne egy kicsit olyan szolidabb keretek között is csinálni valójában ezt a dolgot. De hogyha belegondolsz abba, hogy azért a paraszolvencia, a nagy paraszolvenciáknak a jelentős része azért az orvostársadalomnak mondjuk maximum 10%-át érintette. Akinek volt egy X fizetés, és annak akár a 10-15-szörösét megkereste. És most azt mondták neki, hogy oké, rendben van, megemeljük a fizetésedet, mert azt kell, hogy mondjam, hogy azért a mostani fizetéseink azok a tisztességes kategóriába tartoznak. Szóval jó fizetéseket kap, főleg mondjuk már nem a pálya elején, hanem mondjuk aki már ilyen 45-50 éves, ráadásul, ha meg mondjuk ma olyan vénmajom, mint én, akkor az már ugye ott a legfelső kategóriában van, és ott azért már olyan tisztességes fizetéseket lehet kapni, amiből meg lehet nagyon szépen élni, még úgy is az ember tud emellett valójában félretenni, még ilyen infláció mellett is. De aki megszokta azt, hogy ő keresett ennyit, és annak a 10-15-szörösét megkereste paraszolvenciába, neki én hiába emelem fel ezt a fizetését mondjuk annyira, hogy a 2-2,5-szeresét fogja valójában megkapni, hát azért ott van egy hiátusz, egy komoly hiány ebben a történetben. Na és ezzel is kell, mert hogy közben meg műteni azért kell? Hát abszolút mértékig, és ugye a várólisták azok növekednek, ráadásul a Covid az még inkább rádobott erre a történetre, és azt most próbálják ugye ledolgozni. Megmondom őszintén, hogy azok az ösztönző tényezők, amelyeket ebbe valójában be lehetne építeni, az tényleg egyedül egyedül a pénzről szól. Meg igen, nagyon szép az, hogy a szakma szeretete, meg így, meg úgy, meg amúgy, de hát az ő teljesítőképességüknek is van határádás, ugye vannak hiány szakmák, hogy lehet, hogy a sebész azt mondaná, hogy gyerekek, hát akkor itt maradunk este 8-ig, hát akkor operáljunk, még van 4 műtét, és akkor lehet, hogy azt mondja az anesztézió, hogy figyelj, itt vagyok 36 órája. Én nem bírok, jó esélyem van rá, hogy esetleg itt valamit hibázom, és akkor valami probléma történik. Én nem fogom tudni ezt valójában vállalni. Vagy egyszerűen van 2 műtős nő, mondjuk, nem tudom. És akkor azt mondja, hogy ne haragudjatok, gyereket kiteszik az óvodából, iskolából, haza kell menni, nem fogok tudni itt maradni. Persze, hogyha ezt jócskán megfizetnék, ezt a fajta túlmunkát, akkor lehet, hogy ezen lehetne valójában változtatni, mert valljuk be őszintén, hogy azért ez a föníciák által kitalált történet, ez ami azért a rendszereket általában működtetni szokták. És az egyébként, hogy az orvosoknak a bérét azt megemelték egy elfogadható szintre. De a szakdolgozókét még nem. Igen, az okoz feszültséget a rendszeren belül? Úgy klasszikusan, hogy ilyen személyes feszültséget alapvetően nem, de az a tisztában kell azért mindenkinek lenni, hogy lehettek én bármilyen szép, okos, ügyes, és tudok mindent. Ha én egyedül állok ott a betegágy mellett, mondjuk, és most nem arról van szó, hogy bejön a beteg és azt mondja, hogy 8 hete fáj a derekam című történet, hanem tényleg egy akut beteg mellett, akkor nem tudok valójában ezzel mit kezdeni, ha nincsenek ott körülöttem. Kimegyünk a rohamkocsival, 3-an megyünk ki a rohamkocsival. Mindenkinek megvan a saját feladata. Én most az, hogy most ki tudnám bevezetni a rohamkocsit, vagy nem, már így, az egy más tészta, jó eséllyel nem, hát itt a fiúknak olyan tapasztalatuk van, és olyan fantasztikus rutinnal vezetnek, hogy az utánozhatatlan, és én hiába állnék ott a beteg mellett, amikor nekem kéne előszedni az eszközöket, a gyógyszereket, stb. És a beteg kárral menne. Így meg ugye gyakorló csapatként ez úgy működik, hogy Bozó Gyuszi barátomra én ránézek, annyit mondok, hogy igen, és akkor Gyuszi azt mondja, azt. Ennyi. És pontosan tudja, hogy én mire gondolok, mit akarok, mit szeretnék adni, adja nekem a kezembe az ampullát, vagy illetve a fecskendőbe fölszívva a dolgokat, az eszközöket, soha meg nem nézem az ampullát, hogy mi az. 1000%-ig megbízom bennük, és gyakorlatilag ez miről is szól? Alapvetően arról, hogy ez együtt, ez a csapatmunka. Jelenleg ugye az történt, hogy a mi fizetésünket, a diplomásokét jelentős módon megemelték, a többiek úgy bicerésznek. Jó, a sürgősségi osztály ez egy picit más, ugye, mert ott van a pótlék. Ugye a sürgősségi pótlékunk, ami szintén még hozzájárul ahhoz, hogy azért ma már mondjuk egy szakképzett, akár egy főiskolát végzett nővér, vagy egy diplomás ápoló azért elég szépen tud valójában keresni ugye pótlékként, de azért a kevésbé képzetteknél azért még egy óriási nagy hiátusz van. És mi az, ami ott tudna őket tartani ugye már a pályán, amikor nagyjából ennél relatíve jobb pénzért mondjuk el tudna menni egy multihoz, mondjuk árufeltöltőnek, vagy dolgozni ugye abba a ilyen-olyan-amolyan nevű hipermarketba, ahol sokkal kisebb felelősséggel gyakorlatilag ennél több pénzt tudna megkeresni. Egy kiszámíthatóbb munkaidőben, nem kellene éjszaka dolgoznia, nem lenne ügyelet, és így tovább, és így tovább. Szóval itt tényleg, hogyha az étlap jobb oldalát nem rendezik, akkor itt olyan komoly emberhiány lehet, és már nem lehet arra appellálni, hogy na majd akkor Erdélyből fognak jönni, na majd akkor Ukrajnából fognak jönni, mert most már nem célország lettünk, most már átmennek szépen rajtunk, és mennek ide-oda, amoda Európa különböző országaiba dolgozni. Az, amiről te beszéltél, amikor felmondtál a Honvéd Kórháznak a sürgősségi centrumában, ugye annak vezetője voltál, és ugye arról beszéltél, hogy akkor emberhiány és eszközhiány is van, igen, hogy nem tudnád már jól lelkiismerettel ellátni a munkádat. Az mennyire általános helyzet szerinted? Most? Magyarországon, igen. Nézd, ismerek osztályokat, és pontosan tudom, hogy és ha már csak a sürgősségi ellátást nézzük, hogy szinte nincs olyan sürgősségi osztály, ahova még ne férnének el emberek. Akár szakorvosok, akár rezidensek, akár természetesen szakdolgozók, de megcsinálják. Egyelőre még így is megcsinálják, és azt gondolom, hogy az a bizonyos szív, ami ezt az egészet mozgatja, még mindig azt tartja ezt az egész rendszert össze. És ha ez úgy elpunnyad, kap egy infarktust ez a szív, akkor az nem biztos, hogy jó felé fog valójában vezetni. És persze vannak most is populárisabb, és vannak mondjuk hiányszakmák, radiológia, aneszteziológia, intenzív terápia, és így tovább, és így tovább. Baleseti sebészet, sürgősségi ellátásról sokkal-sokkal több ember még elférne, mondom, nem csak a diplomásból, hanem mondjuk a szakdolgozóból is természetesen, és ez tényleg csak ott lehetne ezen változtatni, hogyha a béreket még inkább megemelnék. Hiszen azért volt itt egy inflációnk, ami azért annyit jelent, hogy az elmúlt 2 évben a pénzünk értékének harmada elveszett. Hát gondolj bele, kiraktam 100 000 forintot az asztalra, és most oda megyek, 2 évvel ezelőtt raktam ki, megszámolom, és 66 000 néhány száz forint van. Mi történt? Nem tudom. Sublimált az egész valahogy a világba. És azért ez nagyon-nagyon jelentősen érintette az embereket. Ugye hát évtizedek óta dolgozol az egészségügyben. Értelmes feltenni azt a kérdést? És ezt most úgy kérdezem, hogy annak a keretezésében, hogy nyilván az ilyen közéleti diskurzusban az, hogy az egészségügy lejtmenetben van, összeomlás közeli állapotban van, ez időről időre, főleg mondjuk választási kampányokhoz érve, vagy azokba bekerülve, ez így rendszeresen előkerül, mint egy ilyen toposz. De hogy mondjuk értelmes összehasonlítani mondjuk a mostani egészségügyi állapotokat mondjuk azzal, hogy milyen volt a rendszerváltás idején, és hogy mondjuk abban a 30 évben mi történt? Hogy te mondjuk, aki ugye benne voltál akkor is, meg most is benne vagy, mondjuk egy ilyen skálán hova helyezni, de most... Igazán, ugye a kettőt nem lehet összehasonlítani abból a szempontból, hogy ott azért az esetek nagy százalékában az ember elkezdte volna a munkáját, és akkor onnan menj nyugdíjba. Ma már azért ez sokkal inkább egy ilyen horizontális és vertikális mozgással jár tulajdonképpen együtt. Szóval nekem is, még ugye amikor én elkezdtem Honvéd Kórházba dolgozni 86-ba, akkor azért nem egy olyan kollégám volt, aki ott már 30-40 évet lehúzott, és tényleg onnan ment el nyugdíjba, és ott vitte szépen az igát, és gyűrte. Ma már ez nagyon másról szól, hogy az oktatás is nagyon megváltozott, ugye a szakorvosképzés is hihetetlen módon megváltozott. De ha megnézzük az egészségügyi általános állapotát, akkor persze vannak szép új egészségügyi intézményeink, de például ott, ahol annak idején én dolgoztam, ugye a Péter Sándor utcai kórháznak, ugye ott a toxikológiai osztályán, ott azért, ha ma úgy visszamegy az ember, akkor a kubatúra szempontjából tényleg úgy érzi, mint hogyha a rendszerváltás előtt lett volna. Vannak még olyan metlahik, amelyek ugye még valamikor a 40-es évekbe kerülhettek oda le, és hát ugye például azok a körülmények, amik között most ugye ott a kollégáim dolgoznak. És még emlékszem magam is, hogy én amikor oda kerültem 97-ben, már akkor is szóba jött, hogy például ezt az osztályt, ami azért egy európai írű toxikológiai osztály, azt azért el kéne valóban költöztetni egy olyan megfelelő körülmények közé, hiszen most gondolj bele, ott abban az Erzsébet kórházi tömb az alsó erdősorban, van jó pár száz krónikus osztály, van egy aktív pszichiátria, meg a toxikológia. Minden az anyakórházban van. Az anyakórház nem az utca túloldala, jó, 5-600 méter, de egy CT-ért, egy laborért, egy bármilyen egyéb más vizsgálatért, ha egy neurológus szeretnék bármit, akkor azért mind vagy a beteget kell vinni, vagy annak kell idejönni. És azt gondolom, hogy ez ma a 21. században ez abszolút nem egy elfogadható történet, mert ezt egy helyre kell szervezni, és például egy ilyen forgalmú osztály, ami azért egy országos felvételi területtel rendelkezik, ez igazán megérdemelném már ezt, hogy olyan körülmények közé kerüljön, ahol tényleg egy sürgősségi ellátás, egy toxikológiai ellátás és az összes létező szakma valójában ott van fölötte. És annak idején, amikor én átmentem a Honvéd Kórházba, többek között ez is benne volt az ígéreti csomagba, hogy akkor a toxikológia is átjönne ide. Hát ennek most már több mint 10 éve. Egyik másik nagy ígéret a Dél-Budai Centrum Kórház. Ott látom mindig a táblát, amikor jövök be a városba, és az tök jó, ott szépen kiírva, ott a gyönyörű szép mocsaras terület ott balra. Nincs rá pénz. Szükség lenne? Én azt gondolom, hogy a centralizált kórházak kialakítására abszolút szükség lenne. Szóval ma már ez a világ, hogy sürgősségi ellátás, minden ott van a környéken, az összes diagnosztika, fölötte műtő intenzív, és utána pedig fölötte a ilyen osztály, olyan osztály, olyan osztály. És ez ma egy korszerűen működő kórházmodell, és nem a 1 telephely, 2 telephely, 6 telephely, 8 telephely, hanem egybe, hogy oda bemegyek gyakorlatilag betegen, és idézőjelben a másik végén a futószalagnak kijövök egészségesen című történetről kellene szólni. Igen, lenne erre alapvetően szükség természetesen, és akkor mondjuk egy csomó kórház idézőjelben tehermentessé válna, és akkor ezt már tényleg úgy terveznék meg, hogy mondjuk olyan forgalmat, amit ma lebonyolítanak például a budapesti sürgősségi osztályok, ahol nem ritka az, sőt jó néhány megyeszékhelyi nagy sürgősségi osztály vagy tanszékeknél is a napi 200-250-es betegforgalom, amihez részben meg kell teremteni ugye a kubatúrát, ugye a vizsgálókat, a várót, a megfigyelőket, stb. És meg kell teremteni hozzá gyakorlatilag azokat a feltételeket, amelyek részben az eszközökből, részben pedig ugye az emberi tényezőkből állnak, és akkor ez így az valójában tudna működni. És például nagyon-nagyon rosszat tett Magyarországnak a sürgősségi ellátás fejlődése szempontjából mondjuk a Vészhelyzet című sorozat. Ugyanott láttunk egy tök klassz amerikai kórházat, ahol behozták a rettenetesen rossz állapotú beteget, és hát ugye 50 perc a sorozat, ugye abba bele kell férnie mondjuk legalább 4 súlyos betegnek, 2 lelki krízisnek, egy szexnek, meg esetleg még valami egyéb más ilyen családi konfliktusnak, mert ugye az is érdekli az embereket, és behozták a beteget, és nem telt el 1,5 perc, már megvolt a labor, a CT, a minden, és Magyarországon azt gondoltam, hogy ez így működik. Hogy ez ennyire hatott a betegekre, hogy abszolút bemennek, és ez volt bemennek, az elvárás. És akkor ez volt az elvárás, hogy kérem szépen, én itt vagyok, és akkor hát nézd, hát a Kovács doktorék ezt így csinálják, akkor itt ez így nem működik. Jó, hát persze, mert ez egy ilyen magyar valóság. Szóval nem, a valóság az nem arról szól, amit ott láttunk, nem arról szól, ami valójában itt van. Hogy például mind a mai napig a sürgősségi osztályra kerülő betegek 50%-a az nem a sürgősségi osztályra való. Mert kér egy időpontot ultrahangvizsgálatra, és azt mondják neki, hogy február 27, és kér egy időpontot mondjuk szemészetre, és azt mondják neki, hogy március, meg reumatológia április, és így tovább, és így tovább, és ott vannak a panaszai. Az alapellátás valamilyen szinten tehetetlen, mert én ezt tudom csinálni, akkor menjen be a sürgősségi osztályra. És neked volt a saját praxisodban, vagy akár hallomás alapján, hogy valaki konkrétan a vészhelyzetre hivatkozott egy páciens, hogy ott ez van? Igen, volt ilyen, hogy hát az Amerikában ez nem működik. Most aki azért Amerikában volt egy sürgősségi osztályon, és látta, hogy ez milyen valójában, akkor ő is rájön arra, hogy a vészhelyzetnek köze nincs. Ugye a Kórház város szélén, az volt az a cseh sorozat, aztán nem ismerem. Ami azért ugye az úgy reálisan mutatta, hogy tulajdonképpen, ez egy baleseti sebészeti osztályról szólt, hogy tulajdonképpen miről is szól ma ugyebár egy kórház, mert akár egy vészhelyzet, egy Grace klinika, szóval az nagyon-nagyon-nagyon más történetről. De hát ez miről szól? Hogy eladhassam, hogy leüljenek elé és nézzék, mit tudom én, hány százezer vagy hány millió, meg a közte a reklámidő, az arról szól, hogy percenként mit tudom én, $1,5 millió el tudom adni a reklámidőt. És akkor te ilyen szakmai érdeklődésből azért úgy nagyjából minden kórházas sorozatot láttál, vagy ismersz? Igen, egy ideig néztem őket, de aztán utána már velem nem lehetett ezeket nézni, mert kritizálom. Mert ugye ott azért nem feltétlenül mindig szakmahűek ezek a dolgok. És ezek azért ilyenkor úgy nagyon kiverik az embernél a biztosítékot, ugye a Dr. House-nál is mondom, miért a 50. percbe kell ezt kideríteni, amikor ez annyira egyértelmű volt, mert jó, hát mert erről szólt tulajdonképpen egy sorozat, és a sorozat az nem a szakmának szól, ez nem egy oktató videó, hanem ez tényleg arról szól, hogy akkor ezt el lehessen adni, ezt az egész történetet. De most megmondom őszintén, ilyen kórházas sorozatokat már jó pár éve nem nézek egyáltalán. Más sorozatot igen. Zacher Gábor, köszönöm, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdéseinkre. Köszönöm a beszélgetést. Ilyen hosszú interjúkat akkor tudunk készíteni, ha minél többen, lehetőleg rendszeresen támogatjátok a munkánkat. És persze, hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.